Most még földkupacok borítják a tó fürdő területét, és nagyban folyik a munka. Összesen 260 millió forintból 230 millió forintos Európai Uniós támogatásból fejlesztik a szabadtéri strandot. Már a belépésnél láthatjuk majd ennek jeleit. A műemléki fogadóépület ugyanis megújul, két pénztár lesz, ahonnan lépcső vezet majd a tó felé, és akadálymentes közlekedési rendszert alakítanak ki. Új 500 férőhelyes váfás öltöző épül, megújul a központi vízes blokk és bővítik a medencetér pihenő részét. A legtöbben azonban várhatóan az új csúszdára és napozós tégre lesznek kíváncsiak. A régi csúszda helyén egy új családi csúszda épül, kettő csúszdateste. Ezek azok a vetségek, amelyeknek a cölöpalapozása már jóval korábban február közepén elkészült. Ezek most per pillanat még ugye föld által kirekesztve találtott a vízfelszín, majd amikor megépül, akkor visszaengedjük rá a vizet. A plázs az új homokot kap, illetőleg a támfal, a homokos plázs melletti támfal egy központi része megbontásra került, és két oldalt zuhanyzó blokkok alakultak ki. A zöld felület rendezés mellett térkövezett sétányok is lesznek. A korábbi filagúriák helyett pedig egy egységesített kiszolgáló helyiséget és egy új fagyizót alakítanak ki, amely a közel 100 éve népszerű fürdő területén kívül is kiszolgálja majd az arra járókat. Új szolgáltatásként az ingyenes wifi rendszert is kiépítik. A komplex beruházás mellett más fejlesztések is voltak a közelmúltban és zajlanak jelenleg is Sóstó gyógyfürdőn. Tavaly megnyitottuk tavaly nyáron a Pangát, az idén nyáron pedig az élményfürdővel összeépített nagy hotelünket nyitjuk meg, az egy 122 szobás hotel lesz, ami azt mondom a szálláshely problémák szempontjából nagyon nagy előrelépés, de folyik az állatparkban is a fejlesztési program. Most jelenleg az Indiaház kezdődik nem sokára, illetve a jégkorszaknak a tervezése folyamatban van. Ezek több milliárdos összegű fejlesztések, és én azt gondolom, hogy ennek az eredménye is meg lesz majd. A polgármester hozzátette, a tófürdőre már igencsak ráfért a felújítás, hiszen több mint 30 éve nem történt itt semmi. A munkák várhatóan május végére befejeződnek, így a szokásos június közepi nyitás tarthatónak látszik, igaz ez a vízhőmérséklettől is nagyban függ. A víze remélhetőleg idén sem lesz probléma, 1992 óta kiváló a minősége. Amennyiben az időjárás is úgy akarja, egészen szeptemberig felkereshetik a fürdőt a természetes vizek kedvelői.